Még nem sejtette, amikor félrehúzódott ennek az autónak a sofőrje, hogy nem mindennapi ellenőrzésre készülnek vele a rendőrök. Az iratok átnézése után, mivel mindent rendben találtak, az egyikőjük egy palack gyerekpesgőt adott a jól vizsgázó sofőrnek. Az újévi jókívánsággal és ajándékozással járó akciónak szinte minden autós örült. Mi egyáltalán örülünk annak, hogy figyelik, hogy ki az, aki iszik vagy nem iszik, és hogy minden rendben van. Az meg egy külön öröm, hogy még ajándékot is kapunk tőlük. Tényleg mindent látnak. Nem csak piásztál, úgyhogy nincs baj. Jó. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársai január 1-én kora reggeltől estig ellenőrizték így az autósokat. Összesen 300 palack gyerekpesgőt osztottak ki. A mai nap arról szól, hogy nagyon sokan a szilveszteri bulik után utaznak haza, és esetlegesen előfordulhat az, hogy valaki ittasan ül autóba. Mai napon is szeretném felhívni a járművezetők figyelmét arra, hogy az ittas vezetés nagyon nagy veszélyekkel jár, és mindenkinek a jövő évben is, tehát 2019-ben is balesetmentes közlekedést kívánunk. A rendőröknek végül egyetlen komoly szabálysértés miatt sem kellett intézkedniük.